Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam, mondta Dávidnak az Úr, akinek az ég a trónusa és a föld a zsámoja. Istennek nincs szüksége arra, hogy templomokat építsünk neki. Ő így szólt az első pápa, Szent Péter által. Mint élő kövek épüljetek lelki templommá. A mi szíveinkben akar otthont venni magának. Nekünk, embereknek van szükségünk templomokra, ahol keretet adhatunk Isten kapcsolatunknak. Szent István 1000 évvel ezelőtt törvénybe foglalta, hogy minden 10 falu építsen templomot. Fóton a közelmúltban feltártak egy árpádkori kőegyházat, amely már a teljes megsemmisülés szélén állt. A régi fótiak tudatában élt ennek az árpádkori templomnak az emléke, hiszen tudtak róla, hogy létezik, sőt, hát a helytörténészek, illetve a műemlékvédelmi szakemberek is tudtak róla, a vonatból is látták még a 70-es években a templom falait. Itt egyébként volt egy ekkora fatörzs, amit ki kellett géppel szednünk, még gyökerei láthatóak a falban, de olyan erős volt a templom fala, hogy mindösszesen innen csak egy ilyen negyed köbméter követ szakított ki, amit viszont teljesen átbírt szőni gyökereivel. Ezek a hatalmas gyökerek bele voltak nőve konkrétan a templomnak a falaiba, ahogy az előbb is mutattam. De hogyha ezt a gyökeret ott hagyjuk, ezek az invazív fajok, ezek kinőnek egy perc alatt újra. Tehát ezek a gyökerek, ezek végképp tönkretették volna a templomot. Úgy gondoltuk, hogy ez egy 14-15. századi gótikus templom. Viszont a feltárás során kiderült, ahogy mélyebbre ástunk, hogy volt egy tatárjárás előtti építési fázisa is, amikor még egyenes szentélyzáródású volt a templom. Milyen kőből és milyen technikával épült a fal? Ezt úgy hívják, hogy mészhabarcs. Ezeket a falakat úgy építik, hogy felzsalúznak egy olyan fél méteres darabot, felrakják a külső oldalon nagyobb kövekkel, a belső oldalon meg ilyen törmelékkövekkel töltik ki, és közé oltatlan meszet raknak. Egyszerűen leöntik vízzel. Aki látott már mészoltást, az irgalmatlan hőt termel, tehát gyakorlatilag összeég. Létrejött egy ilyen templommentő kis baráti kör, természetesen plébános úr, Sándor atya is mellénk állt. Szeretnék ott valamilyen rendszerséggel szentmisét is mondani. Állítólag Szent Márton tiszteletére volt szentelve, Szent Márton táján mindenképpen szeretnék egy szentmisét mondani, és hát amikor máskor is, ha lehet, hogy szokják meg a hívek, hogy ez is hozzánk tartozik, meg egy csodálatos dolog, hogy van egy árpádkori relikviánk templomunk. Amikor a templom épült, akkor is egy nagyon fontos helyszín volt. Itt húzódott egy olyan Dunától keletre induló útvonal, ami mentén nagyon nagy kereskedelmi forgalom zajlott, és ezen a kereskedelmi útvonalon sorakoznak árpádkori települések, és gazdagságukat mutatja, hogy egymástól akár néhány kilométerre lévő árpádkori települések mindegyikén szinte templom létezett. Ezek közül az egyik legmostohább sorsú, ez a fóti romtemplom, ami sajnos gyakorlatilag a teljes pusztulás szélére jutott volna, és mivel egy ipari park, egy ipari terület közepén volt, így félő volt az, hogy vagy beszántják, vagy eldózerolják. Ezért gondolta fontos feladatnak a Magyarság Kutató Intézet, hogy a fóti civilek és a katolikus egyház kezdeményezésére ezt a templomromot megmentsük. Ide temetkezett annak a falunak a népe, amit Fót Sikátor pusztának hívnak ma, de középkori említés a Sikátor. Ez a templom nyugati oldala nyilván a település központjára nyílott,
és keresztirányba haladt el a főút vonal, és annak két oldalán egy egyutcás árpádkori település lehetett. Egészen honfoglaláskor jellegű kerámia is került elő, és itt látszik az, hogy az eredeti szentélyzáródás négyzetes volt, és utána beleépítettek egy háromszöget, ami belülről ugye sokszögűvé teszi, a külső oldalát meg itt ezen a sík mentén lefaragták. Honnan lehet tudni, hogy ez a templom hogy nézhetett ki? Milyen párhuzamok, milyen analógiák vannak? A templomnak, főleg az első periódusának például nagyon jó párhuzama a Tihany apáti templom, amelyet egyébként hasonlóan romos állapotból, mondjuk annak nagyobb, magasabban álló falai voltak, viszont korban és szentélyzáródásban és az egész templom kialakításában szinte édes testvére ennek a templomnak. Az már a lefedett állapotban teljes egészében áll és funkcionális. Hasonlóan a Tihany apáti templomhoz jó példa erre a gercsei templom, ami a Hármas Határhegy tövében található, és azt is, ugye az is egy hasonló árpádkori templom, ugyan kerek szentélyzáródású, de egy tényleg az is romos állapotából helyenként csak derékig érő romokból visszaépítették, és ma újra használatban van, és nagyon szép hangulata van. A mai világban, ahol hát érezzük, hogy bizony a keresztény értékrend az igencsak háttérbe szorul, a magyarság tudat úgy szintén ezt a két célt szeretnék volna a templommentés kapcsán, hogy úgy mondjam, elérni, hogy nem csak a fótiak lelkében, hanem úgy a magyar emberek lelkében is éljen, hogy milyen múltunk van, és igenis folytonosság van, és igenis ezeket az értékeket azért kell megmenteni, hogy tovább éljen az új nemzedék lelkében is. Tehát a mi célunk az, hogy valahogy újra felépíteni eredeti stílusában ezt a árpádkori templomot. Ha nem ismerjük a múltat, akkor a jelent sem tudjuk jól megélni, és nem tudjuk igazán jövőt építeni, mert én azt gondolom, hogy előttünk még minimum 1000 év van, és az elmúlt 1000 évből kell, hogy táplálkozzék az előttünk álló 1000 év.